Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a mai alapülésünkön, és kérem, hogy bevezetőül közösen énekeljük el a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts felé. Elsőnek köszönjem meg a megjelent kedves vendégeinknek, falu bélieknek, valamint Dömös község képviselő testületének tagjait. Külön köszöntöm a polgármester urat. Szeretném megköszönni magam, valamint képviselő társaim és a polgármester úr nevében, hogy éltek állampolgári jogukkal és voksoltak, mert a szavazás igazi megmérettetés volt, és nem előre megírt színjáték. Mi, akiket önök megválasztottak, szívünkön viseljük lakóhelyünk sorsát, szeretnénk minden értelemben élhető faluvá tenni Dömöst. Ehhez azonban közös akarat szükséges, mivel csak önökkel együtt tudunk a mai mélypontról kimozdulni. Az akarat mindannyiunkban megvan, hiszen ezért választottak új képviselőtestületet, és adtak újra bizonyítási lehetőséget a polgármester úrnak. Még egyszer megköszönöm a bizalmukat, és ezzel az alakuló ülést megnyitom. Megkérem Herman Jenő urat, hogy a választás eredményeit ismertesse. Tisztelt lakosok, tisztelt elnök polgármester úr és képviselőtestület! 2013. június 9-én Rüdvözi polgármester és önkormányzati választást tartottunk. A községben egy szavazókör működött, így van a szavazatszámláló bizottság feladatai és a helyi választási bizottság látta el. A bizottság tagjai Dányi Lászlóné, Fehér Istvánné, Gér Tiborné és Tóth Gyula, valamint jó magam, mint elnök. Delegáltok Kaposvár Ferencnek. Korpány Ferenc, rendőrségek. Május 10-e, a jelölt ajánlások lezárása után a választási bizottság 5 polgármester jelöltet és 18 képviselőjelöltet rögzített. A nyilvántartásba vett polgármester jelölt közül két fő méretette meg magát, képviselőjelöltként is. Mint a polgármester jelöltek, mind a képviselőjelöltek függetlenként indultak. A helyi választási bizottság polgármester jelöltjei Csonka József Pál, Friedman Robert Tibor, Novák Lajos, Péntek Lajos és Somogyi László vette nyilvántartásban. Önkormányzati képviselőként Báló Andrást, Bartók Lászlót, Csonka József Párt, Fabi Lászlót, Forgács Éva Csillát, Friedman Robert Tibort, Gombor Pétert, Hurai Bélát, Kós Zsuzsannát, Kovács Lászlót, Majer Dénesnét, Márton András Domonkost, Dr. Pálinkási Csabát, Pálma Józsefet, Pernalász Hankal Andrást, Szilágyi Gábort, Tiroler Tamást és Vitéz Ferenc Lászlónét vette nyilvántartásba. A választás nyugodt légkörben zökkenymentesen zajlott le. A választás, a választók nyilvántartásában a szavazás napján
958 választópolgár szerepelt, ebből választóként megjelent 511 választópolgár. A polgármester választásán az urnában lévő szavazólapok száma 511 darab, melyből egy darab érvénytelen és 510 érvényes szavazólap volt. Az urnáról szavazólap nem hiányzott. A polgármester előtte adott szavazatok a következőek. Csonka József Pál független jelölt 53 darab. Friedman Robert Tibor független jelölt 56 darab. Novák Lajos független jelölt 207 darab. Péntek Lajos független jelölt 10 darab. Somogyi László független jelölt 184 darab. A leadott szavazatok alapján polgármesterként megválasztásra került Novák Lajos. A megválasztott polgármester tisztségét főállásban kívánja ellátni. A Választási Bizottság az aljánosi időszakban 18 képviselőtnek tett nyilvántolgálatba, senki nem lépett vissza. Az önkormányzati képviselők választásánál az urnában lévő szavazólapok száma 511 darab, melyből 8 darab érvénytelen és 503 érvényes szavazólap volt. Az urnából szavazólap nem hiányzott. A képviselőtek leadott szavazatok a következő. Bálog András független jelölt 90 darab. Bartók László független jelölt 107 darab. Csonka József Pál független jelölt 96 darab. Fabi László független jelölt 245 darab. Fordács Éva Csilla független jelölt 298 darab. Friedman Robert Tibor független jelölt 225 darab. Gombor Péter független jelölt 107 darab. Hulai Béla független jelölt 278 darab. Kozsu Zsanna független jelölt 156 darab. Kovács László független jelölt 17 darab. Marján Genesné független jelölt 252 darab. Marton András Domonkos független jelölt 65 darab. Dr. Pálinkási Csaba független jelölt 101 darab. Pálma József független jelölt 50 darab. Penovász Anton András független jelölt 73 darab. Szilágyi Gábor 225 darab. Tirolyak Tamás független jelölt 68 darab. Vitéz Ferenc Lázadné független jelölt 154 darab. A leadott szavazatok alapján mandátumot szereztek Forgácsi Csilla, Urai Béla, Majer Dénesné, Fabi László, Friedman Robert Tibor és Szilágyi Gábor. Megköszönöm a választópolgároknak, valamint a helyi választási iroda munkatársainak és a bizottság tagjának a szavazási eljárásban való részvételét. Köszöntöm a megalakult képviselőtestet, munkához előtt egészséget kívánok! Ilyen tiszteletre a jelenléket, hogy a szavazatot állapodták. Kérem a rendőr képviselő testület tagjait, ő eskü szövegét mondják utána. Én fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselő tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Az esküvőn meggyőződés szerint. Isten engem úgy segíten, hogy esküszöm. Isten engem úgy segíten. Novák Lajos. Fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényeihez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Istenem, úgy segítsen, hogy esküszöm. Esküszöm. Köszönöm szépen! Köszönöm a figyelmet, és átadom a szót, polgármester.
Tisztelt jelenlegők! A miért is tisztelettel köszönöm a szavazáson való részvételt és a belénk vetett bizalmat. Reményeim szerint ezt méltó módon meg fogjuk szolgálni. Ez a mai alakulőülés egy a helyzetből adódóan szerényebbre sikerült, mint sikerült és akartuk, mint ahogy ezt eddigi alakulőülések szoktak lenni. De hát sem az alkalom, sem a helyzet ezt nem is teszi most szükségessé. A következő napirendi pontunk az alpolgármester megválasztása. Én a képviselőtestületnek, Szilágyi Gábor képviselő urat javaslom alpolgármesternek. Hosszú évek óta dolgozunk a Gáborral együtt, és azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködésben és hatékonyan tudunk együtt dolgozni. Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak erről. Ja, titkos szavazat. Bocsánat. Nincs jegyzőnk, és akkor ilyenkor még a gyakorló polgármester is megakad. Technikai dolgokban szavazatszámláló bizottság választása következik. Kérem, kijelentedik szavazatszámláló bizottságba. És van papírunk a gyárban? Nincs a szegnék, mondtam, hogy én megcsinálom papír. Egy, kettő és egy harmadik személy is kellene. És Ilika. Aki elfogadja a szavazatszámláló bizottság tagjait, azt kérem készfelemelésre jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, és természetesen én is. 6 és 7. Elnézést kérek a technikai zökkenőkért, de egészen mással voltunk elfoglalva a mai nap, és ez is bizonyítja, hogy mennyire szükséges a jegyző jelenléte egy polgármesteri hivatalban. És azt hiszem, a képviselőtestület munkájának az első lépése lesz, hogy a törvényességet és a jegyzőt biztosítsa az önkormányzat részére. Tehát nagyon szeretnénk, hogy a jövő héten, de legkésőbb azután a következő héten már jegyzővel rendelkezik a település. A titkos szavazás lebonyolítása következőképpen zajlik. Mindenki a papírra igen vagy nem szót írjon, és a szavazatszámláló bizottság pedig megszámolja. Megkérem Ilikét, hogy ismertessen az eredményt. Az eredmény 5 igen szavazat, 1 nem és 1 tartózkodás. Ezzel már alapítom, hogy már választottuk az alpolgármestert. Köszönöm szépen a szavazatokat és a döntést. Tehát 5 igen szavazattal Szilágyi Gábort alpolgármesterrel választotta a képviselőtestület. Tisztelt jelenlőlék, illetve kettős dönösiek a képernyő előtt. Valóban, hogy is mondjam,
akadozott a gépezet a héten, mindenki tudja, hogy árvízi helyzet van, és bizonyára nekem is újra vissza kell rázódnom a polgármesteri teendőkbe, hiszen tavaly május 16-a óta nem léphettem be a házba. De ezzel is zártam az ezzel való foglalkozást. Ezzel csak azt akartam felvezetni, hogy a meghívón több napi rendi pont szerepelt, mint amit most erre az ülésre mi megtárgyalni vélünk. De igen. És tehát a gyakorlatilag négy olyan napi rendi pont szerepel a meghívón, amit nem tárgyalunk most meg. Tehát a szervezeti és működési szabályzat, a bizottsági struktúra kialakítása, illetve hát az illetmény és költség, polgármester illetmény és költségtérítés kérdése is úgy gondoljuk, hogy jegyzőt igényel. Tehát mindezekkel megvárjuk, amíg a község valamelyik településsel, vagy Esztergommal, vagy Pilismarottal meg tudja alakítani a közös hivatalt, és ezáltal értelemszerűen automatikusan felelős jegyzője lesz az önkormányzatnak, aki mindezekben segítséget tud adni a képviselőtestület részére, és a jogbizonytalanságokat, vagy amihez éppen nem értünk, abban segíteni tud. Nem titkolt célunk, hogy újra visszakerüljön a jogbiztonság állapotába a dömösi önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal működése, és ehhez elengedhetetlen a jegyző jelenléte és törvényes háttér biztosítása. Úgyhogy elnézést kérünk, hogy a meghívóra olyan került, amit most nem tárgyalunk meg, de gondolom ezt mindenki megérti. A alapülésünk tartalmi része praktikusan véget is érne, vagy véget is ért. Most közben itt a Gábor azt kérdezte, hogy kell-e az alpolgármesternek esküt tenni, de az alpolgármester az, én úgy gondolom, hogy kell. Előtted kell, igen. Előttem kell. Hát akkor Gábor, Jenő egy szöveget, légy szíves. Úgyhogy most. Nagyon rég volt, amikor alpolgármestert választottunk, ugye Dénes Kálmánné, Erzsike volt az utolsó alpolgármesterünk, így hát 7 éve volt az alpolgármester választás. De megkérem a jelenlévőket, hogy felállásunk a jövő szöveget. Én Szilágyi Gábor. Fogadom, hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Meggyőződésed szerint. Isten engem most segíjen. Köszönöm a felállást, foglaljon a helyet. Köszönjük szépen a bizalmat. Ebből a tapsból azt értem meghallani, hogy a képviselőtestület iránt bizalommal viseltetnek a jelenlévők. Reményeim szerint az otthon ülők is. Megpróbáljuk tisztázni a helyzetünket, a dömös helyzetét, és ebben a szűk másfél esztendőben dömös javára és fejlődésére tenni valamit. Valamit, illetve eredményeket felmutatni. Valószínűleg sokszor lesz képviselőtestületülés a jövendőben, de sosem lesz olyan testületülés, amit nem hirdetünk meg, és nem tájékoztattuk arról a lakosságot. Lehet, hogy nem mindig sikerül 5 nappal, főleg az elején, amíg rendkívüli ügyek vannak, de tehát most gondolok arra, hogy hétfőn is össze kell jönnie a testületnek, és az 5 nap már nem állja meg a helyét, de sosem fogunk aznap összehívni testületi ülést, mondjuk aznap délutánra. Notabene a sürgősség már azt indokolta volna, hogy tegnap legyen testületi ülés, de ebből az elvi megfontolásból azt gondoltuk, hogy jobb, ha megvárjuk a csütörtököt. Tehát szeretnénk betartani a demokratikus játékszabályokat
a dömösiek kell szemben támasztó tiszteletünk jeléül. Én nagyjából nem akarom most tovább kerekíteni a szót, kicsit máshol is jár az eszünk, mindannyian tudjuk, hogy árvíz van, de erről most nem beszélek, mert az árvíz helyzetről ugye a Laci is azt mondtuk, hogy majd hétfőn beszéljünk, de az biztos, hogy nagyon sok megoldandó feladat van előttünk, úgyhogy még egy pár napig és talán jövő hét elejéig megfeszített munkát végeznek a hivatal dolgozói, és azok a segítők, akik ebben a helyzetnek a kezelésében részt vesznek, többek között a vízművek munkatársa is, hogy csak a legközelebbi itt lévő érintettet említsem. Fogjuk tájékoztatni önöket, mint látják, a Kábel TV megjavult, tehát a honlapot is minél hamarabb helyre fogjuk állítani, tehát azt gondolom, hogy a csatornát, az információs csatornákat be fogjuk indítani. És hogy ne hazudtoljam meg magam, nem ragozom tovább a szót. Nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttek az alakuló ülésünkre, és megtisztelték az újonnan megalakult képviselőtestületet. Köszönjük a bizalmat! És akkor az ülést bezárom.